Lehetne még ennél is hangosabb? Lehet adjunk az egészségnek. Egy hónap után először ismét lépcsőznöm kellett lefelé az ötödikről, mert valaki okos bendohányzott az épületben, és ezért elkezdett visítozni valami rófasság. Kemény dolog. Jó, régebben volt, hogy gyugodtam, de nem látszik. Amúgy ez egy ilyen zöldövezeti környék. Szóval sok a fa, sok a gyerek, sok az elhízott ember, akik dohányoznak. És a legdurvább, hogy bármit csinálok, folyamatosan bámulnak. Mit nézel? Most lehet, hogy tök szarú futok. Mint egy csirke, ez benne van. De igazából itt a közeli plázában, meg itt a játszótér környékén az öregek szoktak bámulni, és általában a karjaimat nézik a tetoválások miatt, meg a hosszú haj, meg dzsihád szakál. Szóval... Not my hood! Lehetne jogosítványom, és meg kell hosszabbítani, és az interneten kell időpontot foglalni a háziorvosomhoz. De erre a hétre már nem tudok, csak jövő hétre. Ére. Viszont az meg már következő hónap, és akkor meg már le van járva. És akkor most segítség! Valaki veszettű zongorázik a szomszédban. Én meg... Nekem a gárajánlatot kéne írnom. Az a zsír. A filmezés. Az a zsír. Szerintem sokkal érdekesebb, hogy az egyik ellenzéki politikus megkérdezte a kormánypártiakat, hogy ők olyan mit gondolnak erről a bevándorlás és terrorizmus ügyi csodás... Mi ez? Megkérdezzük az emberek véleményét, szar. Az mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 képviselő pakra ugyanazt a szöveget küldte vissza. Copy-paste! Basszátok szájba! De én is ezt szokom csinálni, kitálok egy mondatot, és mindenkinek azt szokom mondani. Jó, azért szeretném hozzátenni, hogy ez úgy szokott kinézni, hogy ez egy kötelező kommunikációs gyakorlat, tehát mikor még krízis kommunikációt is csináltunk, mindenkinek meg kell legyen az összes ilyen statement. Egy picit személyisítheti természetesen, de az üzenetnek egy az egyben copy-paste-tel kell átmennie. Személyisítette, ott van a neve alatta. Mi van? Tumblr. Itt van Marci, fotós, és büdzsémentes filmém operatőre. Szeretjük. És mivel a többségnél sokkal gengszterebb vagyok, rábuktak a lackó faszára, így lett toppen a telep csicskája. Mesélj valamit, Márton. Ó, Istenem. Erre most nem vagyok fölkészülve, de majd szívesen szerepelek máskor a vlogodban. De csak ha majd reklámozod az enyémet, ha lesz. Ez engem most frusztrál. Magic. Yes. Back to work! Dolgoznom kéne két filmem. A másik egy posztapokaliptikus történet, ahol is... Hát ezt nem mondom el. Ja, néztem ezt a selfit. Ez a selfie az nekem tökre tetszik, bár a neve nem. Tehát, hogy oké. Ki az a horvát Gréta? Who the fuck? Karsai Kata és Erdész Tamás. Aztán itt van alatta közvetlenül, hogy a szelfizés veszélyei VV Macit kizsebelték fotózkodás közben. Szente Krisztián vagyok. Először Szente Krisztián vagyok. Gitároztam, tubáztam, bőgőztem, szájharmonikáztam, doboltam is picit, volt egy csomó zenekarom, 9-es terrorvilágzőből, Pánkőjovics, meseharppal, de nem szerettem. Nem vagyok egy túl exhibicionista, nem szeretem, ha sokan néznek. És akkor elmentem grafikusnak egy IT céghez, egy fejlesztő céghez, ahol weblapokat terveztem, mobil alkalmazásokat, ötletelgettünk, és egyszer csak odajött a főnök,
és azt mondta, hogy kéne csinálni egy valami reklámfilmet, valami online izét, amit el tudunk küldeni a partnereknek, hogy milyen gizde ez a cég. Aztán mit tudom én, és akkor is szépen lassan belekeveredtem ebbe, hogy akkor ez a fajta audiovizuális New Wave művészet az, ami nekem tetszik, és nem is inkább a klasszikus filmes irány, hanem inkább ez az online, és ez a picit ilyen gerilla vírus dolog. Ebben én otthon vagyok. Ah, nem tudom. Big City Life, me try forget.